csinálunk mindent, ami kell. Bocsánatot kérek a gróf úrtól, hogy kölcsön veszünk engedélye nélkül néhány holmiát. Reggel visszaadjuk. És nem veszik rajtam észre, hogy nem vagyok gróf? Miről vennék észre? Tudsz racsolni? Hát persze, épp eleget hallottam. Hát mondd utánam szépen. Kéhlek alásson, kedves bahátom. Kéhlek alásson, kedves bahátom. Vajon miért mondták Gábor Miklósnak a moszkvai filmhéten, hogy Miska arisztokrát? Hamarosan ez is kiderül. Bayer Zsolt vendége Gábor Júlia, Rutkai Éva és Gábor Miklós lánya. Szélesvásznú történelem sorozatunk mai adásában a Mágnás Miska című filmet fogjuk bemutatni. Ehhez az alkotáshoz Keleti Márton 1949-ben bemutatott filmjéhez egészen döbbenetes számok kötődnek. Vendégem pedig, első vendégem a stúdióban, Gábor Júlia szerkesztő, Gábor Miklós és Rutkai Éva lánya. Szeretettel köszöntöm. Amikor azt mondtam, hogy döbbenetes számok, akkor igazából egy döbbenetesre gondoltam. Azt olvastam, hogy a Mágnás Miskát 10 millióan nézték meg a moziban. Magyarország teljes népessége megnézte elméletileg. Ön sejti, hogy mi lehet a titok? Nem csak én nem sejtem, hanem nagyon sokan próbálták ezt megfejteni, hogy mi lehet e mögött. Akkor mondok még számokat. Az első két hónap után már 200 ezeren látták. Ezt most a mai világban el tudjuk képzelni, nem? Nem. És ez a bizonyos 10 milliós szám, ez már 1965-ben így volt. És most mozinézőkről, tehát azokról beszélünk, akik elmentek a filmszínházakba, és megváltották a jegyet. Egyébként ugye akkoriban az volt a szokás, hogy bemutattak egy filmet, ezt egyszerre 10 moziban. Akkor ment néhány évig, hát attól függően, hogy mennyire volt sikeres, és aztán volt egy újabb bemutatója, tehát amikor felújították, ez 1961-ben volt. Szerintem én akkor láthattam, gondolom én, mert ugye akkor csak a moziban láthattuk a filmeket. És 1961-ben akkor újra megjelentek kritikák róla, tehát akkor újra úgy bekerült a köztudatba. És mindjárt meg fogunk nézni egy rövid bejátszót egy korabeli filmhíradóból. Azért, mert Gábor Miklós mindenképpen 10 magyar színész óriás egyike volt, és szerintem ritkábban játszott ő vérbő komédiákban, mint sem komoly szerepekben. Nézzünk csak meg egy bejátszót erről. Színházaink műsorán mindig találunk Shakespeare művet. Születésének 400. évfordulóján szerte a világon újabb bemutatókkal emlékeztek a nagy angol költőre. A Madách Színház az évforduló alkalmából új betanulásban, részben új szereposztásban mutatta be a Hamletet. Az új előadásban Besenyei Ferenc alakítja Claudiust, Tolnai Klári Gertrudot és Ajtai Andor Polóniust. Istenbelet tanul! Eszedbe jussak! Eszedbe jussak! Eszedbe jussak! A címszerepet immár 200-szor Gábor Miklós játsza. A poklot is mondjam! Csit szívem, ne fájjatok tüstént vénni inak, de tartsatok erőt! Eszembe juss! Igen, szegény szellem, míg ez zavart golyóban székel az emlékezet. Eszembe juss! Igen, letanulok emlékezetem lapjáról minden léjajegyzetet, könyvek tanácsi, képet, benyomást, mit vizsga ifjúkor másolt reá, és csak parancsod éljen egyedül agyam könyvében, nem vegyülve más alávalókkal. Úgy van, esküszöm! Általános iskola 7.-8. osztályában járok, amikor én egy ilyen tévés közvetítéssel látom Gábor Miklóssal a Hamletet. És csak azért mondom ezt el, mert az, hogy én nagyon fiatalon megtanultam, bebifláztam a Hamlet nagy monológot, az ennek az embernek, az ön édesapjának köszönhető, aki többnyire ilyen szerepeket játszott. Ön van valami tudása arról, hogy élete legnagyobb sikerét, a Mágnás Miskát, ő hol helyezte el
az életművében? Egyáltalán foglalkozott ezzel? Hát minden színész foglalkozik azzal szerintem, hogy ő mennyire népszerű. Most a Mágnás Miska ugye 49-ben mutatták be, januárban, és júniusban volt Szovjetunióban, Moszkvában magyar filmhét, ahol hihetetlen sikere volt ennek a filmnek. Tehát nekik ez körülbelül olyan volt, mint nekünk, amikor itt először bemutattak idézőjelben nyugati filmeket. Tehát ott az, hogy egy ilyen hangvétel, mint a Mágnás Miska, hogy ilyen könnyeden is lehet ilyen témákról, meg hogy operett, és énekelnek, és táncolnak, hát ugye egy ilyen csoda világban. Tehát nagyon-nagyon népszerű volt. És amikor a Hamlettel vendégszerepeltek Moszkvában, akkor fordult elő apuval az, hogy az utcán taxit kerestek, ami nagyon nagy nehézségekbe ütközött, itthon is, ott is. És egyszer csak egy taxis meglátta őt, oda ment mellé, és azt mondta, hogy Miska arisztokrát, mert ugye ezen a címen ment. Miska arisztokrát. Úgyhogy ez egy tényleg rendkívül népszerű film volt, és egyébként ez, hogy apu a Shakespeare és a vígjáték, a Mágnás Miska kapcsán mondta még akkor, amikor bemutatták a filmet, hogy ugye az előző verzióban Rátkai Márton játszotta a Miskát. És mondta, hogy Rátkai Márton táncos komikusként kezdte, de akkor már a Nemzeti Színházban Molière-t játszott. Azt mondja, hát én Shakespeare-rel kezdtem, és eljutottam Mágnás Miskáig. Egyébként ezen gondolkoztam, hogy elmeséljem-e, de van, tehát ez a vidám része a történetnek, ez a Miska arisztokrát. De van szomorú része is, és igen, látta 10 millió ember a mozikban, és valószínűleg körülbelül ennyi láthatta a tévékben, mert annyit ismétli. De amikor az apukám már ugye a 90-es évek közepén, ugye akkor már hát csak nyilván sokkal kevesebbet játszott, ugye előtte ilyen kisebb színházaknál volt, már nem járt annyi ember színházba, és elmesélte, hogy beszállt egy taxiba, és beszélgetett a taxissal, akinek fogalma se volt róla, hogy ő kicsoda. És az apukám ilyen végső szalmaszálként megkérdezte tőle, hogy hát a Mágnás Miskát azt se látta? És mondta, hogy nem látta. Ez nem Gábor Miklós problémája, hanem a koré, azt hiszem. Mit hozott nekünk, Júlia? Én most nem a Mágnás Miskával kapcsolatban nem hoztam baj. Valamit, mert őszintén szólva nem találtam személyes, tehát valamilyen személyes emléket ezzel kapcsolatban. Annyiban egy kicsit levezetném a Mágnás Miskával a történetet, hogy az anyukám 1948-ban került a Nemzeti Színházba, ahol apu akkor már tag volt, és 1948-ban játszottak először színpadon. Sőt, a Mágnás Miskában lehet, hogy anyuval készítettek próbafelvételt, mert az első tudósítás az arról szól, hogy ő fogja játszani. Hál' Istennek ő játszott. Tehát ők 48-ban nem azt mondom, hogy akkor ismerkedtek meg, mert azt tudom, hogy anyukám addigra már aput kinézte magának, csak hát ő neki sajnos akkor felesége volt, de az biztos, hogy akkor voltak először együtt színpadon. És aztán apukám ugye elvált, és 1951-ben házasodtak össze. Én most egy családi fotót hoztam, amit nagyon szeretünk. El is neveztük, tehát azt a címet adtuk neki, hogy Repül a család. Ön van középen, ha jól sejtem. Igen, és mindannyiunknak a lába a levegőben. Csak az apukámnak az egyik lába a földön. Úgyhogy amikor már nagyobbacska lány voltam, és a kor szokása szerint emlékkönyvem volt, akkor az apukám, aki egyébként nagyon jól rajzolt, de itt most egy ilyen stilizáltan lerajzolta ezt a fotót, igen, és egy nagyon szép idézet van mellette. Anyu éppen akkor játszott a Faust Margitját, és a Faustból van egy idézet arról, hogy hát ketten is szerethetik egymást, de a hármasban az igazi. Júlia, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött és elmondta mindezt. Mi pedig hamarosan folytatjuk a beszélgetést a következő vendégemmel.
És akkor folytassuk a beszélgetések sorát. Témánk továbbra is a Mágnás Miska, vendégem pedig Dudás Viktor filmszakértő. Szerbusz, tisztelettel köszöntelek. Üdvözöllek, köszöntöm a kedves nézőket. Javaslom, hogy mielőtt szóba kerül maga a film, kukkantjunk bele egy korabeli filmhíradó részletbe, ami szerintem a mi szempontunkból releváns lesz. Évtizedek mulasztását kellett pótolnunk, hogy utolérjük a televízióval rendelkező országokat. A feladat megoldásához önzetlen segítséget nyújtott a Szovjetunió, mely televíziós központjának dokumentációit rendelkezésünkre bocsájtotta. A Váci utcában egy háztetőn már áll a vevőantenna. Hódos Rezső, a televíziós vállalat igazgatója bejelenti, hogy bemutatásra vár a kísérleti távolbalátó. Ezek a kezdő lépések, amelyeket a Budapesti Televízió Központ elkészítése követ, hogy adásával Budapestet és környékét besugározza. És most adjuk át a szót a televíziónak. Indulhat az adás. A leadó berendezés működni kezd. És megelevenednek a Mágnás Miska című film jelenetei. Vőlegényem. Lesz. Nagyszerű fiú álmod. Segédlovász az Eleméri kastélyban. A nagyszerű fiú miért csak segédlovász? Először is főlovász csak az lehet, aki ángol. Másodszor, mert mindenki tudja róla, hogy egy kicsit ütődött. De én éppen azt szeretem benne. Ez az első kísérlet, ezért a képek még vibrálnak. De a televízió dolgozói vállalták, hogy a párt harmadik kongresszusáig kiküszöbölik a közvetítés zavarai. Az a helyzet, hogy nem tudom, te hogy vagy vele, én ezekben a korabeli filmhíradókból egy külön mozit tudnék csinálni, történelem órákra is bevinném, a párt harmadik kongresszusára rendben lesz a kép. De ami a lényeg, hogy Magyar Televízió kísérleti adás, mi más, mint a Mágnás Miska, amit 10 millióan láttak. Mikor először olvastam ezt, nem akartam elhinni, de utána jártam, és a szám az valós. 10 millió. Mit találtak el ennyire a magyar néplélekbe ezzel a filmmel? Hát szerintem mindent. Tehát az, hogy politikailag is meg tudták támogatni ezt a filmet, és át tudták egy picit úgy írni a forgatókönyvet, hogy az éppen aktuális politikai helyzetet is tulajdonképpen lemodellezte ez a film. Kiváló színészi alakítások voltak benne, a kor legnagyobb ünnepelt sztárjai, Sárdi Jánostól kezdve Németh Marikán át, a két Latabári, Gábor Miklós, Mészáros Ági. Valamint ugye, ha már ez a szereplőgárda, akkor ugye azok a dalok, amelyek elhangzanak ebben a filmben, Hossza Sáritól kezdve sorolhatnánk egészen a kiváló dalokat, ezek olyan szinten hatották át akkor a közéletet, akkor nem volt még, volt rádió, de nem úgy volt rádió, tehát hogyha egy sláger megjelent egy filmben, akkor gyakorlatilag kottán kinyomtatták, és utána mindenhol mindenki azt próbálta eljátszani. Nekünk is van még a saját családi archívumunkban ez a filmhez kiadott kotta, apukám nagy előszeretettel zongorázza ezeket még mind a mai napig. Tehát ez egy annyira az akkori kort mindenben jellemző tünet volt, hogy nem lehetett elmenni mellette, és hát nyilvánvalóan a Hippolita lakály című filmmel ez a két film folyamatosan versenyzett a legnézettebb magyar film titulusáért. Ez már csak a kákán keresgélem a csomót, de ugye 49 azért ott már kezd sötétedni az ég alja, hogy finoman fogalmazzak. Van szerinted összefüggés, és ugyanez a kérdés merült fel néhány héttel ezelőtt a Lilionfi kapcsán, mikor a felvételt készítettük itt a stúdióban, hogy a Lilionfi is egy már sokkal sötétebb korszakba robban be, és az az első film hosszú évek után, amikor nem a párthatározatokat nézzük, hanem egy vérbő vígjátékot, és mindenki imádja. Itt is ez az elképzelhetetlen siker szerinted összefügg az évszámmal?
Az évszámban azt gondolom, hogy nem feltétlenül, viszont az, hogy a akkori politikai hangulatban is nagyon szükséges volt az, hogy az emberek szórakozni szeretnek. Tehát a moziban alapvetően a mai napig azért megyünk, hogy valamilyen módon szórakozzunk. Most az már egy külön szociológiai kérdés, hogy valaki a székkarfába kapaszkodós horroron szeret szórakozni, vagy a vizuális szőnyegbombázásos képregény adaptáción. De azért ennek a filmnek volt egy nagyon komoly morális üzenete, kiváló színészi alakítások mellett rendkívül szórakoztató volt, tudtunk izgulni, tudtunk mind a két oldalnak, a jónak és a rossznak is drukkolni. Remek paródiák voltak benne, vágd szájon kérlek, szájon fogom vágni kérlek, Szilva Lérongyő, ezeket a mai napig idézzük ezeket a mondatokat, és amikor egy film ennyire gyakorlatilag része lesz mondjuk így a magyar közbeszédnek és a magyar jellemet ennyire jól le tudja írni, én azt gondolom, hogy ennek a filmnek tényleg örökre ott van a helye a népszerű filmek listáján, és egyébként azt gondolom, hogy aki visszasírja ezeket az időket, és azt mondja, hogy a mai magyar filmgyártásban vajon miért nem készülnek ilyen típusú filmek, akkor pont az ilyen típusú filmekre, mint amit említettél, hogy a Lilionfi kétfél idő a pokolban akár, vagy a Mese a 12 találatról, csak hogy a rendezőnél is közel maradjunk, vagy a szereplőknél közel maradjunk, tehát hogy azt gondolom, hogy az ilyen típusú filmeket hiányolja a közönség, amikor elmegyünk és önfeletlen szórakozunk, de mégis a szórakozáson felül azért van a filmnek egy szekunder tartalma. Viktor, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál hozzánk, és akkor nincs más hátra, következzék az eddig 10 millió magyar által megtekintett Mágnás Miska. Jó szórakozást kívánunk!